Nagy Edit. Művész nevén Editka. Hosszú évek óta dalaival és az énekével szolgálja Istent, komolyabb énekesi pályafutását az ózdi pünkösdi gyülekezet dicsőítő csapatában kezdhette el. De sokan hallgatták őt a Dal című műsorban, valamint a Kajakkenu VB-n és saját dalát énekelve az aréna színpadán. 2020-ban egy betegségnek köszönhetően azt hitte, hogy soha többé nem állhat színpadra. De Istennek ezzel is terve volt. Hányszor álltam már a szakadék szélén, hányszor éreztem, elvisz az ár. Hányszor engedtem, sodorjon a kétség, pedig mindig ott voltál, válaszként. Segíts, segíts, hogy csak rád nézzek. Taníts, taníts, hogy hitből éljek. Most indulok, lépek, mert éltet, lába borul most a szívem. Kezedben végre nem félek, én Isten hozott itt a Pincérkém adásában, egy csodálatos személlyel fogok ma beszélgetni, egy igazi hőssel. Remélem, hogy te is úgy fogod megélni, ahogy én. Rengeteg mindent tanulhatunk Editkától, és szeretném, hogyha ebben a pár percben, ami nekünk adatott, ez át is jönne az adásban. Úgyhogy tarts velem, és hajrá, tanuljunk tőle! Nagyon-nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívást, de mielőtt még elkezdenénk beszélgetni, meghívhatlak egy kávéra. Természetesen, és én is nagyon köszönöm a meghívást. Pincér! Gyere, igen? A kávé. Yeah. A dalaid azok, amelyek a leginkább elmondják az életedet. Tehát lehet, hogyha egymás mellé tenném az összes dalodat, akkor nem is kéne az Editkától semmit kérdezni, mert Editka elénekelte a dalait, igen. És ez nagyon-nagyon tetszik nekem, mert tulajdonképpen az életed bátran felvállalva mutatod be. Szia-szia! Szia! Editka is elhozott nálunk. Örülök, hogy itt van. Kérek egy kávét a szokásos módon. Oké, azt tudom. Mit hozhatok neked? Hát én egy csészel kávét. Kávézol egyáltalán? Hát igazából jobban szeretem a tiszta vizet most, de hogyha úgy van, ezt amúgy kivághatjuk, mert erre nem készültem fel. Nem baj. Hogy ez nem is benne lesz, hogy tényleg? Hogy nem, minden benne lesz. Akkor hozzál nekem vizet, köszönöm. Vizet, kávés csészébe vizet. Igen, kávés csészébe, stílusosan kérek szépen vizet. Egy víz, egy kávé, jó, ahogy szokott, mindent hozom. Bocsánat. Azt hittem, hogy kávé lesz. Most vizet kapsz, kávés csészébe. Jó, rendben. Mikor kezdtél el dalokat írni, amikor így bemerted vállalni, hogy kiírod magadból az érzéseidet? Emlékszel erre? Mondjuk volt egy ilyen katartikus pillanatod? Külön katartikus pillanat nem volt. Annyit tudok mondani, hogy nagyon sok évig kilódtam ezzel a dologgal, mert én énekeltem egy olyan zenekarba, ahol a dalszerzőnk, aki főként írta a dalokat, nagyon-nagyon színvonalas módon írta a prozódiáit a daloknak. És nagyon sokáig az volt bennem, hogy én nem tudom ezt a szintet hozni, ezért nem mertem elkezdeni úgymond dalokat írni, és eltelt egy idő, mire rájöttem arra, hogy nekem a saját szintemen kell megtennem azt, amit tudok, és mindig vágytam rá, hogy saját dalokat írjak, mert az az önazonos. Tehát az volt bennem, hogy számomra akkor igazi egy előadó, és önazonos, hogyha a saját magának írja a dalokat. Uh-huh. És akkor elég hosszú időt telt el, mire áttört ez az egész dolog, és egyszerűen pont az első dalomat, amit így le is írtam, és már meg is jelent a kiút, az pont egy kicsit ezt a szorongást, ami, köszönöm szépen, ami ezt megelőzte, tehát az, hogy nem mertem kilépni dolgokba, pont ugyanígy a dalírással, és minden más dologgal kapcsolatban is, nagyon sok területen voltak ilyen szorongások bennem, és azt hiszem ott kezdődött el valahol ez az áttörés, hogy megírtam azt a dalt,
megcsináltuk, és láttam, hogy működik az én egyszerű nyelvezetemen is, ami én vagyok, és tényleg onnantól kezdve már csak az volt a fontos, hogy 100%-ban őszinte legyen, és szívből jövő az, amit írok. A Kiút című dal, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, ott van egy ilyen sor, ha jól idézem, hogy álltam már a szakadék szélén, lehet, hogy ez ebből a dalból van, ugye? Hányszor álltam már a szakadék szélén, igen. És amikor megtudtam a betegségedet, utólag már, amikor túl voltál rajta, és a születésnapodon kiírtad a Facebookra, hogy ezen a napon kaptam meg az utolsó kemomat, előtte én pár héttel előtte tudtam meg, hogy egyáltalán betegséggel küzdöttél. Igen. És hogyha ha így visszaszámolok, ugye a Kiút című dalot 3 éve jelent meg kb. Igen. Én azt mondtam volna, hogy ezt a dalt, a Kiút című dalt, a betegséged után írtad. És döbbenet volt számomra, hogy nem. Nem. És olyan volt nekem visszamenőleg visszahallgatni ezt a dalt, mint hogyha egy proféciát énekeltél volna el előre. És azért váratlanul ért, gondolom, ez a betegség. Teljesen. És egy kicsit mesél nekünk arról, hogy mekkora formálást végzett benned ez. Nagyon sokan az egyházban mondják azt, hogy a betegség ugye nincs Istentől. Igen. Tedd ezt, légy tisztában, hogy amit átéltél, annak fényében tesz már, hogy fogalmaznád meg? Alapjában véve amúgy én is így gondolom, hogy a betegség az nem Isten adja, de megengedi szerintem az életünkben, és tudom azt, hogy az én életemben ez a célja volt Istennek, és sokkal magasabb rendű ez a cél, amit így kihoz belőle, mint az, hogy most én ezt megszenvedtem. Tehát fura ezt így mondani, mert tényleg rossz volt benne lenni, de visszatekintve az, amit már Isten most ez alatt az idő alatt tett ezen keresztül, az nekem mind kárpótlás. És hát igen, nagyon nehéz volt, mikor ez így kiderült, és tényleg az jött fel bennem, hogy ez most tényleg velem történik. Tehát ez az ilyen tipikus ébresztetek fel, mert nem hiszem, mert nagyon sokáig fel se fogtam, hogy ekkora bajba vagyok. És az elején volt egy olyan időszakom, amikor azért így jöttek ezek a félelmek, és nagyon érdekes, hogy nem az erősödött meg bennem, hogy velem mi lesz, hogy most mi van, ha mégse a mennybe kerülök, vagy ilyesmi, hanem az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik itt maradnak, és hogy fogják ők ezt feldolgozni, mind a családom, mind a... És jobban izgultam, és jobban zavart az, hogy nekik ezt hogy mondjam el, mint az, hogy most én mind megyek keresztül. Jött beléd egy olyan dolog, hogy ezt most megtartom magamnak egy darabig, és nem mondom el senkinek, vagy azonnal voltak emberek, akiket kétségbe esetem felhívtál, hogy rákos vagyok, és rossz indulatú daganat van bennem? Ez egy folyamat volt, mert nem rögtön tudtam, hogy ez rák, szóval először félre diagnosztizálták, azt mondták, hogy ez egy jó indulatú dolog, de már akkor is tudtam, hogy lesznek az életemre kiható következményei, és egy darabig nem beszéltem róla, tehát így próbáltam magamban feldolgozni ezt a helyzetet, és így nem mertem egyszerűen így mondani, de tudtam, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor muszáj lesz róla beszélnem, és az egyik nagyon jó barátomnak mondtam el legelőször, és akkor utána még egy barátnak, és utána a családnak. Szóval ez ilyen érdekesen sikerült, tehát hogy míg mások ugye azonnal nyilván kijön belőlük, bennem ez egy ilyen folyamat volt, és utólag visszatekintve, hát szerintem nagyon nagy butaság volt, hogy nem rögtön beszéltem nekik róla, mert nyilván ezt nagyon nehéz volt úgy hordozni, és eleve ez a kálvária, ami ilyenkor így az Istennel való kapcsolatban is, ugye egy csomó minden megkérdeleződik bennem, hogy hol van a hitem, mennyire tudok most egy ilyen helyzetbe hinni abból, hogy ebből lehet kiút. Tehát rengeteg kérdőjel volt bennem, de nem haragudtam Istenre, hogy ez így történt velem. Kaptál tőle megerősítést, nem be tudtál kapaszkodni? Igen, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy nem sok idő volt az, mire én ezt megkaptam, és ez egy olyan szituációban volt, amikor otthon ültem, és így mondtam Istennek, hogy
ha megadtad nekem azt, hogy így el tudtam ilyen nagy színpadokra jutni, és tudom azt, hogy mi az elhívásom, tudom, hogy mit bíztál rám, hogy nekem beszélnem kell az emberekhez arról, a világi embereknek is, hogy te mennyire valóság vagy, és tudom, hogy sok feladatom van még a zenével kapcsolatban, akkor most miért történik ez az egész velem, és hogy nem értem, itt van egy halálos betegség, mondjál valamit, mert nem értek semmit. És egyszerűen így leültem, néztem a dicsőítést, és így az született meg bennem, hogy igen, már semmi nem érdekel, hogy mi lesz a jövőbe, hogy család szempontjából, hogy lesz a családom, hogy csak azt engedd meg, Uram, hogy azt megtegyem, amit te rám bíztál. Mert én nem akarok erről a földről úgy elmenni, hogy azt az elhívást nem teljesítem be, amit te adtál nekem. Mert hogy előtte azért halogattál egy ilyen elhívást, így van, nem? Így van. Tehát volt azért neked egy elhívásod, amit ezek szerint nem akartál bevállalni? De, be akartam, csak mindig halogattam, mert azt éreztem, hogy jaj, még nem készültem fel erre. És ez mi volt, hogy kiállj az emberek? A saját zenekaromat, hogy megcsináljam, és hogy kiálljak, és hát gyakorlatilag a magam módján egy evangelizáció, és most már nagyon kikristályosodott már, hogy a második esélyt szeretném nagyon képviselni az emberek előtt, az élettörténetemen keresztül elmondani nekik azt, hogy tényleg Isten mennyire valóság, és nem egy mítosz, egy történelemkönyvben lévő személy, aki távolinak tűnik, hanem tényleg teljesen valóság, aki annyira, hogy én az összes percembe, az egész betegség alatt végig azt éreztem, hogy így visz a kezében, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem tudok belé kapaszkodni. Melyik volt az ige, amit kaptál? A 30. Zsoltár volt az, és ezért volt nagyon érdekes, mert a dicsőítést néztem, és ezt kértem Istentől, hogy csak a zenei dolgokban, amit ő adott nekem, hogy azt meg tudjam tenni, és a 30. Zsoltár az egy az egyben leírja azt, hogy nem csak, hogy túl fogom élni, hanem dicsőíteni fogom őt, és mi haszna van annak, ha meghalok, dicsőíti-e az őt, és egyszerűen a vége pedig az volt, hogy nem halok meg, hanem élek, és őt fogom hirdetni. És én máskor is kaptam már igét, de az, amikor ennyire egyértelműen az összes sor neked szól, és ami még egy nagyon érdekes volt benne, hogy volt egy olyan részben, hogy amíg jó dolgom volt, addig azt hiszed, hogy semmi veled nem történhet. Mi keresztények főként szerintem egy kicsit ilyenek vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy mi, mivel keresztények vagyunk velünk, így nem történhetnek ilyen nagyon rossz dolgok. És ez így bepottyant az életembe, és akkor gondolkodtam el rajta, hogy én tényleg egy ilyen luxusbiztonságba éreztem mindig magam, és így gondolkodtam. Mert hogy ugye egy keresztény családban így van, fel. Én egy keresztény családban nőttem fel. Nagyon sokáig egy cukorhabba volt az életem, tehát hogy így nem tapasztaltam sok mindent. Aztán, ahogy belekerültem a nagyvilágba, és ugye elköltöztem már a családi fészekből, és feljöttem Budapestre, na itt már aztán azért értek olyan beadások, amikor így Isten nélkül nem megy. Igen. Ezekben az időkben, amikor te ebbe kapaszkodtál, támadott ebben az ördög olyan dolgokkal, ami elbizonytalanított ebben az egészben? Tehát azért gondolom, voltak mélységeid, amikor újra és újra meg kellett ezt vallani. Isten mindig, amikor jöttek egy ilyen fordulópontok, ahol kezdtem volna egy picit így megijedni, vagy félni, azonnal oda küldött egy embert, aki imádkozott értem, és egy másodperc alatt így kirántott Isten ezekből a helyzetekből, ugyanígy, amikor a hajamat elveszítettem, ugyanígy ugye a műtét előtt mindig oda küldött valakit, amikor pici bizonytalanság lett volna. És igen, tehát úgy mentem be a kemoterápiára, hogy nekem előtte itt volt ez az ima, és úgy tudtam oda menni, hogy az volt bennem, hogy jó, ezt most megint végig fogjuk csinálni, de tudom Istenem, hogy velem vagy, és végigviszel rajta. És ahogy bementem, már csak egy ilyen alapizgatottság volt bennem, ami szerintem minden emberben egy ilyen ismeretlentől van, és így ahogy bementem, ez volt egy ilyen nagyon nagy bizonyság, hogy ott az a protokoll, hogy egy pszichológussal beszélgetni kell, aki felméri azt, hogy milyen lelki állapotod van. És hát nyilván én bementem, és így rázúdítottam a hitemet a nőre, így mondtam neki, hogy mondom, hát én tudom, nekem Isten megígérte, hogy én meg fogok gyógyulni, hogy ez most egy állapot, én ezt így fogom fel, amit végig kell csinálni, de tudom, hogy meg fogok gyógyulni, és én erre ráálltam hittel, úgyhogy tudom, hogy ez most nagyon rossz lesz, tudom, hogy ki fog hullani a hajam,
hogy nagyon sok negatív élménnyel jár ez az egész, de tudom, hogy ki fogom bírni. És így nyilván folyamatosan így kérdezgetett, megkérdezte, hogy eszembe jutott-e, hogy megöljem magam, és akkor mondtam, hát mondom, doktor néninek nem érek rá, mondom, nekem nagyon sok dolgom van, és tudom, hogy túl fogom élni, és így kijöttem, mondta, hogy mindjárt szól majd, ki elemzi, és visszahív. És mikor visszahívott, akkor annyit mondott, hogy hát Edith magának nincsen rám szüksége, mert jobb a lelki állapota, mint egy egészséges embernek. Szóval már álljon rá a hitére továbbra is, mert a praxisa alatt mindig azt látta, hogy akinek volt hite, az egyszerűen csodákat látott ezen keresztül, úgyhogy azt mondta, hogy álljon rá a hitére, nagyon jó úton van. És onnantól kezdve én, ahogy bementem, folyamatosan Isten hozott olyan szitukat kemoterápia alatt, amikor mindig tudtam bizonyságot tenni, mindig olyan érzésem volt, mint hogyha Isten tényleg egy ilyen fénynek rakott volna oda a sötétségbe, mert az emberek nem értették ezt a pozitivitást, ami rajtam van, hogy miért tudok nevetni, miért van jó kedvem, annak ellenére, hogy folyik belém az infúzió, ugye, és én mondtam, én ide nem meghalni jöttem, meggyógyulni, és mondom, hálás vagyok Istennek, hogy van lehetőségem erre. És mondtam, hogy mondom, tudom, hogy meg fog gyógyulni, és sok mindenkinek ezt elmondtam, és ezáltal Isten kapukat is nyitott, például különböző médiai lehetőségek, tehát egy ilyen rádiókba, tévébe, és nem keresztény emberen keresztül, mert annyira megfogta ez a történet, és mai napig azt érzem a doktorokon, tehát az onkológuson mindenkin, hogy nagyon nyitott erre az egész dologra, és vonza az, amit lát bennem, aki nem más, mint az Isten. Tehát, hogy én nélkül ezt nem tudtam volna végigcsinálni, ez az ő csodája. Említetted a nőknek egy nagyon kényes területét, a hajadat. Igen. Hogy azért szerintem ez egy lelkileg, ez egy nagyon komoly dolog, hogy hogy igen. Le kell vágni a hajat. Ezt hogy élted meg, hogy kopasz lettél? Hát igen, ez egy nagyon kemény volt. Talán az egész folyamatban az egyik legnehezebb rész, és nem is gondoltam, hogy ennyire meg fog viselni. Akkor imádkoztam azt, hogy Istenem ad, hogy megértsem a lelkemmel, a szellememben, és mindenhogy azt, hogy az én nőiségem, az nem a hajamon múlik. Tudjátok, az ember felnő egy olyan társadalomba, ahol folyamatosan azt mondogatják az embernek, hogy a nőnek a haja az ékessége. És ez így tudat alatt is belémivódott, és alapjába véve is egy ilyen kissé piperkőt személyiség típus vagyok, tehát szeretem a nőies dolgokat, bár most kicsit sportos vagyok, de nagyon, nagyon, tehát hogy nekem nagyon fontos volt a hajam, de nyilván amin akkor túlmentem, meg átmentem, annyira nem fogtam fel egészen addig a napig, amíg ezt meg kellett tennem. És ahogy imádkoztak értem, meg én is imádkoztam ezt magamból kifelé, hogy Uram segíts, hogy ezt megértsem, éreztem, hogy így az Isten így elkezdi leszedni a lelkemről ezeket a fájdalmakat, terheket, félelmet, mindent, ami ezzel kapcsolatban volt bennem, és leültem a tükör elé, és végignéztem egyetlen egy darab könycsepp nélkül, ahogy anya levágja az egész hajam, és így belenéztem a tükörbe, és emlékszem tisztán, hogy azt mondtam, hogy szia Editka, ez is te vagy, ez egy állapot, de végig fogjuk csinálni. És vége lesz. És így onnantól kezdve így rájöttem, hogy annyira nem is vészes, és tényleg így elküldtem barátoknak a képet, ez nem is annyira durva, mint amennyire számítottunk rá. Na mindegy, és képzeljétek el, hogy onnantól kezdve így Isten paróka szponzort is küldött neked, tehát hogy minden annyira összeklapolt, és tényleg olyan kapuk nyíltak, amik mind segítették a lelkemben ezt az állapotot. És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal könnyebben éltem meg a kopasságomat, mint most utána azt, hogy rövid a hajam. Tehát, hogy ezt most rájöttem, hogy ez azért ez egy kicsit mélyen van, mert maga a normális én képem, az, ha a tükörben nézek, mindig hosszú hajú. Ezért, hogyha az emberek látják esetleg interneten, hogy néha rövid a hajam, néha hosszú, hát azért van, mert van, amikor a lelkemnek szüksége van arra, hogy önazonosnak érezzem magam, de nyilván elfogadom ezt a állapotot, és hálás vagyok azért, hogy túléltem, és nem ez a lényeg, csak tudom, tehát nőként azért mélyre tud menni az emberbe ez a dolog, úgyhogy
harc, de tudom, hogy ezen is túl leszek. És de azért volt egy másik terület is, azért ugye gondolom a munkádat se tudtad végezni, cukrászként dolgoztál, azért kemó mellett nem lehet dolgozni. Igen, hogyan tudtál megélni? Egyedül élsz, igen. Nincs párod. Ez megint csak egy hatalmas bizonyság volt, csak azon kaptam magam, hogy jönnek utalások egyfolytában a számlámra, és ez olyan szinten ment, hogy én azt hittem, hogy jó, hát ez egy darabig fog tartani, de biztos, hogy véget ér, mert hát ezt senkitől nem lehet elvárni, hogy így folyamatosan így gondoljon valakire, és nem hiszed, de nem. Tehát, mai napig Isten, támogatnak? Mai napig van olyan, aki támogat, de olyan szinten, nyilván nem olyan nagy mértékben, de egyszerűen olyan szinten tartott Isten életbe, hogy mindig pont annyi volt, amire szükség volt. Ez idő alatt írtál egyébként dalt? Igen, írtam kettőt is. Igazából az egyiknek a témája az az önértékeléstől szól, a másiknak pedig az a témája, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy Isten hogy erősítette meg, és hogy adott valóságos hitet ahhoz, hogy végig tudjam ezt az egészet vele csinálni. És ez egy ilyen nagyon érdekes, mert nagyon mély témájú, de olyan vidám zeneileg, hogy ha majd megjelenik, hallani fogják az emberek, hogy ez egy kicsit olyan érdekes, és én is gondolkodtam rá, hogy miért van ez, hogy nálam tök sokszor előfordul, hogy nagyon mély témákat, nagyon vidám hangszereléssel így jön a szívemből, hogy így szeretném. És utána jöttem rá, hogy azért, mert én magam ilyen vagyok. De ezeken a dalokon keresztül a nőket is azért gondolom megpróbáltad megszólaltatni, mert szerintem a nőiességben is, ahogy mondtad, ott a tükörben született meg egy új kép a nőkről. Uh-huh. Szeretném, hogyha ezt azért úgy kifejtenéd, hogy ez mit jelent. Például nekem nagyon-nagyon szemet szúrt ez alatt az időszak alatt az, hogy a social media milyen szinten deformálja el a fiatal nőknek az én képét. És annyira azt láttam, hogy körülvesznek olyan emberek, és én rám is hatással van a social media. Szóval nyilván ez erről mármint úgy... Mármint az, hogy a nők legyenek karcsúak, tökéletes kinézet, gyönyörű haj, gyönyörű és csak minden. Akkor vagy értékes, hogyha ez mind flott rajtad. Uh-huh. És próbálnak megfelelni ennek a képnek, és nagyon sok esetben, amikor beszélgettem ilyen emberekkel, meg láttam, ahogy nyilatkoznak, azt láttam, hogy nincsen saját személyiségük, nincs saját identitásuk, kb. Úgy éreztem, ahogy rájuk néztem, minthogyha lemásolta volna ezt és azt és amazt, és így azt gondolta, hogy ennyi, tehát hogy ő ettől lesz értékes. És ezen gondolkoztam, hogy igen, én is szeretnék szép lenni, csinos, karcsú, mindig voltak ilyen szempontból önértékelési problémáim. Tehát hazugság lenne azt mondani, hogy nem. De mai azért napig akartál küzdő. Vékony lenni, mert az újságban azt láttad, hogy a vékonyság nem. Szép, vagy így érezted volna jól? Nem, úgy éreztem, mai napig vékony akarok lenni, melyik nő nem akar vékony lenni, na mindegy. És azért mondom, nem, egyszerűen azért, mert jobban akarom érezni magam a bőrömbe, és na, nyilván ez ott van bennünk nőkbe. Viszont az, amikor már ez az egész személyiségedet eldeformálja, és már nem tudod, hogy ki vagy, ott nagyon nagy bajok vannak, és én ott rájöttem arra, hogy én mennyire áldott állapotban vagyok abból a szempontból, hogy nekem Isten tartott egy tükröt. És ő megmutatta azt, hogy a belső értékeim sokkal fontosabbak annál, hogy én hogy nézek ki. És nagyon sokáig volt olyan időszakom, amikor azt gondoltam, hogy ez összes értékem az életben annyi, hogy én tudok énekelni. És ezt így, ahogy mondom, ezt tényleg így is gondoltam. És így álltál fel a színpadra? Így. És akkor egyszer csak így Isten odrakta azt a tükröt, és elmondta, hogy mindent beléd raktam ahhoz, hogy azt a szolgálatot csináld, amire én elhívtalak. És az én szememben te kerek egész vagy. És így de ez megértettem. Egy ilyen álom volt, vagy egyszer csak felébredtél, vagy egyszer csak dalírás közben, amikor, amikor így próbáltam dalt írni, akkor jöttek ezek így belém, hogy... Például hogy... a glamúrlány? Ne, a glamúrlány ez kicsit később. Uh-huh. Csak így egyszer így megmutatta Isten azt, hogy igen, tehát nem véletlenül tettelek szerethetővé az emberek szemébe, van egy tök jó humorérzéked, őszinte személyiséged van, és akkor így elkezdte így hozni azokat a dolgokat, hogy mik azok az értékek az életben ma, amik jóval túlmutatnak azon, hogy te most mennyire vagy
tökéletes, csinos, szép vagy karcsú. Mert lehet az ember tökéletes kinézetű, hogyha belülről nincs identitása, nem tudja, hogy ki ő, és nem érzi magát értékesnek. És én elmondhatom magamról azt, hogy kívülről nem tartom magam egy top modellnek, de belülről tudom, hogy értékes vagyok, és ezt az értéket én az Istentől kaptam, és ő kerek egészét tud így is tenni, Molette Ditkaként, mert tudom, hogy én ettől függetlenül egy értékes ember vagyok a kezébe. Na, és ugye a social media hatására született meg ezek után a Glamour Line című dal, amivel tényleg erre akarom felhívni a figyelmét a fiataloknak. Azt mindig is láttam, hogy a nem keresztény körökön belül sokat írnak erről, kissé cinikusan, így úgy amúgy dalokat, és az jött fel bennem, hogy lehet az, hogy keresztény körökön belül erről még nem írt senki. Pedig a keresztény nőknek is problémái vannak ezzel. Hogyne, persze. Sőt, lehet, hogy nem is szeretnek róla beszélni, mert valahogy mi keresztények olyanok vagyunk, hogy az ilyen problémákat szeretjük így takargatni. Ami szerintem nagyon, nagyon gáz, mert ez megint csak a szakadékot segíti a nem keresztény és a keresztény emberek között. Mert azt gondolják, hogy jaj, ezek biztos tökéletesek, meg ők mindig jól vannak, meg mindig mosolyognak, pedig giga nagy harcokon megyünk át, sőt, sokszor szerintem sokkal nehezebb nekünk, mert az olyan keresztények, akik nem akarnak megalkudni, azoknak minden sokkal nehezebb. Például te nem akartál megalkudni, és még mindig nincs párod. Igen, tehát, hogy én ezt annó eldöntöttem, hogy semmi értelme nincsen annak, hogy járjak fűfa, virág mindenkivel, annak, hogy felszedjek sérüléseket magamra, úgyhogy tudom, hogy nincsen rajta az Istennek a pecsétje. Én személy szerint nem keresztény fiúkkal is ezért nem kezdtem soha, mert úgy voltam vele, hogy bár Istennek van hatalma arra, hogy megtérjen ez az illető, de egyszerűen így az volt bennem, hogy nem ez az én irányom, hogy én ott próbáljak ismerkedni. És az volt bennem, hogy igen, férhez akarok menni, de nem minden áron. Nekem az a társ kell, akit tudom, hogy az Isten ad nekem. Milyen a te ihletett állapotod? Azt le tudod-e valahogy írni, amikor Isten szól hozzád, és tudod, hogy ez onnan jön, ez egy ihletett állapot, és na ez az a sor, mert ezt Isten akarja. Tehát, hogy mi a különbség a vértizzadó dallamírás és szövegírás, illetve akkor, amikor megvan ennek a flója. Igen. Hát a vértizzadó az nekem nem megy. Tehát, hogy ez a különbség, én soha nem tervezem el azt, hogy na most délután 5 órától írni fogok egy dalt, és akkor azt így meg nem megy, nem. És a szövegek, meg a témák azok is olyanok, hogy így tök sokszor, ha most azt kérdeznéd, hogy Náditka, miről fog szólni a következő dalod, semmit nem tudnék mondani, mert egyszerűen mindig úgy érzem, hogy nem jut eszembe semmi. Hogy üres, cipős doboz vagyok, semmi ötletem, és akkor vannak azok a pillanatok, vagy egy behatás után, hogy valami így... Hát például a fényévekre, az például úgy, hogy az akkori pásztorommal volt egy beszélgetésem, amiben így összefoglaltuk az állapotomat, és rájöttem, hogy a gonosz által egy nagyon megrabolt állapotban vagyok. És tudtam azt, hogy ebből csak úgy lehet kiutam, hogyha radikális kilépéseket teszek hitből. Tehát ott jött be ez az egész dolog, hogy igen, na, hogy azért a hitemen van mit javítani. És a lényeg az, hogy így egy olyan sokként ért, amit mindig is tudtam, de az a bizonyos pillanat, amit az Isten intézel, hogy neked azt ott hallanod kell, hogy felültem a buszra, és olyan dühös lettem magamra is a gonoszra, hogy a gonosz mi jogon csinálja ezt velem, mikor én az Istennek a kiválasztott gyermeke vagyok, nincsen joga így cincálni az életemet. Uh-huh. És abban a 20 percben, ahogy hazaértem a busszal hozzám, a buszon megírtam a Fényévekre című dalt, ami konkrétan a gonosznak szól, hogy, és az egy profétikus dal igen, volt, mert akkor még nem volt valóság az életemben, de ott én azt ott kiírtam magamból, és tudtam, hogy ezt meg kell csinálnom, ez nem egy olyan dal, amit elrakhatok a fiókba, hanem ezt meg kell csinálni. És a hitből kilépve pénzem sem volt rá semmi, azonnal szóltam a Pete-nek, a produceremnek, hogy na, ezt meg kell csináljuk, minden, és mire elmentem, minden meg lett hozzá anyagilag, és ennyit mondtam Istennek, hogy Uram,
akkor jelenjen meg ez a dal, amikor már tényleg valóság lesz az, hogy fényévekre vagyok minden rossztól az életemben, ami az ördögnek a munkája. És ez a betegséged előtt volt, nem? Így van, és egy évig nem jelent meg, mert az volt bennem egyértelműen, hogy klippet kell hozzá csináljak, mert az erősíteni fogja ezt az egészet, és több mindenkihez eljut majd. És egyszerűen nem jött össze anyagilag, hogy megjelentessem a klippet, nem értettem, hogy miért, pedig azt gondoltam, hogy akkor már túl vagyok ezen a nehézségen. És utána egy évre rá derült ki, hogy rákos vagyok. És akkor értettem meg, hogy nem voltam még túl, nem voltam fényévekre mindentől, mert ott kezdődött, és ez egy olyan pecsét volt szintén a betegségemre, hogy tudtam, hogy túl fogom élni, mert tudtam, hogy ez a dal ezután fog megjelenni. És ahogy túl lettem rajta, össze tudtuk hozni a videoklippet, 2 kemoterápia között, megcsináltuk a videoklippet, és megjelent. Úgyhogy nagyon hálás voltam Istennek, mert annyira éreztem, hogy az életem az ő kezében egy puzzle, amiben mindenhova a tökéletes időbe rakja be a darabkákat, úgyhogy nagyon hálás voltam ezért. Tehát van ilyen ihletés, meg van olyan is, amikor semmi ötletem nincsen, csak hirtelen jön egy dallam, és akkor elkezdek leírni két most sort. Milyen dallam van a füledben? Most semmi, mert rá koncentrálok. Na mindegy. És a lényeg az, hogy így leírok 2-3 sort, elkezdek megírni egy verszakot, csak így, ami eszembe jut néhány gondolat, és azon kapom magam, jön tovább, és ott arról szól a dal, amin már hetek óta kattogok témákon. Köszönöm szépen, nem zavarlak tovább. Én odaadom a poharat. Ezt a rúzsasat is elviheted szeretettel. Köszönöm. Előtte még szeretnék egy szelfit készíteni veled, jó? Hogy a pincér szeretne. Erre feloldom a telómat. A pincérünk. Jó? Igen. Gyere. Szelfizik veled. Hova kell várjál, nézni? Kamerába is. Soha nem tudom, hogy hova kell nézni. Ja, várjál, ide bal fölőre, ott a lukó. Jó? Kedves hölgyeim és uraim, kedvenc dicsi énekesnőmmel, Editkával itt készül élő egyenesben a selfie. Jó, várja, hülye arcot vágtunk. Várja, beszéd közben nem jó. Oké, te jó helyre nézel, én nem nézek jó helyre, oké. 1, 2, 3. Köszönöm szépen, művész úr. Én köszönöm, művész úr. Akkor elmentem. Köszönjük szépen. Sziasztok, további jó beszélgetést. Majd megint a selfit is. Átdobom. Ezt a pont is majd villogok. Jó, műsor végére már ott vizeg a telódon, jó? Jó, oké. Okay. Így a műsor vége felé, ha összetudnád foglalni a nézőknek, főleg a hölgyeknek, akik egyedülálló keresztény nők, vagy olyan emberek, akik ilyen mélységeken mentek át, akár a hitbeli nehézségeken, mint például egy rák, vagy egy halálos betegség, vagy egy kilátástalan helyzet, vagy egy anyagi csőd. Minden terület, ahol a hit meg lett próbálva, mit tudnál így ennek fényében győztesként már tanácsolni az embereknek? Mibe kapaszkodjanak? Melyek azok a lépcsők, amelyeket ilyenkor meg kell ugrani? Hát szerintem az egyik legfontosabb, hogy szerintem ebben az esetben mindig szembe találja magát az ember a hitének a mértékével. És szerintem az első és legfontosabb lépés, hogy vértezzék fel magukat hitten én, és tanuljanak meg olyan szinten Istenbe kapaszkodni, hogy tényleg olyan valóság legyen nekik, mint te nekem, vagy én neked. Mert tényleg a kezében tartja ezeket a dolgokat, ha az ember belé kapaszkodik. És tényleg, amit nekem ez megtanított, az, hogy eddig is tudtam, hogy ő valóság, de most aztán és nincs az az ember, aki el tudná velem hitetni, hogy ő nem létezik. Keresztelő János a pusztában nőtt fel, Jézus a pusztába ment, mielőtt elkezdett szolgálni. A konklúzióként le tudod vonni azt, hogy ahhoz, hogy egy ember növekedni tudjon, és a szolgálatában előrébb lépni kellenek ezek a puszták? Ha nem lennének ilyen puszták, szerintem lehet, hogy nem is alakult volna ki ez a valós Isten képem. Tehát, hogy nekem Isten azóta lett ilyen valóságos, amióta megláttam azt, hogy viszonyul a harcaimba hozzám. Zárszóként mit üzennél azoknak az egyedülálló lányoknak, akik még várják az Istentől kijelölt lovagot, és úgy érzik, hogy hervadnak el itt az egyházban, és csak nem jön. Te, aki régóta vársz, de tele vagy tűzzel, gyönyörűnek látod magad, és megtaláltad magad Krisztusban, mit tudsz nekik tanácsolni? Hát én azt, hogy ne adják fel, és hogy nem éri megalkudni, mert csak abban a kapcsolatban tudok hinni,
amiben ott van az Isten, amiben ott van a hármas kötelék, és lehet, hogy az én esetemben kicsit tovább kell erre várni, de egy percet sem sajnálok, mert minden nappal egyre jobban érzem azt, hogy Isten hogy kezd teljessé tenni, és tudom azt, hogy abban a házasságban, mert egy kerek egész teljes Editka fog úgy belemenni, sok tapasztalattal ugyan, de tudom azt, hogy áldott lesz, és hogy azt fogom tudni mondani, és ezt hiszem is megvallom, hogy megérte várni. Úgyhogy én nem érzem magam kevesebbnek azért, mert még nincsen annyi megélt tapasztalatom ezen a téren, hogy olyan sok barátom lett volna, vagy ilyesmi, sőt, gazdagabbnak érzem magam, mert tudom, hogy egy csomó ajándékom lesz, amit majd annak adok oda, akit az Istentől kaptam. Hát ez egy csodálatos befejezés volt. Köszönöm, hogy a Pincérkén vendége voltál. Nagyon sok erőt kívánunk neked. Köszönöm szépen. És hogy ez a második esélyprojekt, ez így lengje körül ezt az egész szolgálatot, amit téged fog kísérni, mert én hiszem, hogy Isten ezt azért hozta az életedbe, de ennélkül nem sikerült volna. Az így van, így köszönöm, van. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Elmondható, hogy hőstől hallhattuk azt, hogy a puszta kell a győzelemhez, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha valaki ilyen nehézségben van. Erre élő példa volt az Editka. Kívánjuk neki, és mindenkinek kívánom, és én azt gondolom, ez egész táp kívánja, hogy aki hasonló pusztán megy át, az kapaszkodjon azokba az emlékoszlopokba, amiket Isten nem véletlenül ad az életünkbe. Tartsatok velünk, maradjatok a Kémmel jövő hónapban is, és legyetek hősök! Sziasztok! Ha tetszett a műsor, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, lájkolni, kommentelni, megosztani, és extra tartalmakért cserébe támogatni minket a Patreon oldalunkon. www.patreon.com/pincérkém